találkozót is. Ezzel kezdjük összefoglalóink sorát. Toni és Mutu mellett nem Jörgensen, hanem Reginaldo volt a harmadik csatára. Fiorentinánál ez talán a legnagyobb érdekesség. Hiányzott Dainelli és Pasquale a védelemből. Az Ascoliban továbbra is a görög Eleftheropoulos védett, a védelembe pedig visszatért a volt válogatott Di Biagio. A Fiorentina az elmúlt héten Bergámóban hagyott egy pontot, Atalanta Fiorentina 2-2, az Ascoli viszont 4-1-es vereséget szenvedett Empoliban, legutóbb pedig döntetlent játszott egymás ellen a két csapat még az ősszel. Itt Sonettit láthatják egy pillanatra, ő az Ascoli vezetőedzője, aztán egy hatalmas védelmi hiba után Reginaldo szerez labdát, és meg is szerzi a vezetést a Fiorentina javára. Ez volt a brazil harmadik gólja idén. Rögtön a mérkőzés elején tehát, előny a liláknál. Hazai szöglet, 6 perccel később. Jön a beadás, Toni fejjel, nem sokkal ment mellé. Hát érthető, hogyha Sonettinek nem tetszik, amit lát. Az első Ascoli lehetőség, nem is volt rossz lövés, Fini engedte el. Tizenhatodik perc még mindig csak, Mutu remek labdájával Reginaldo lép ki, jön a görög kapus, és fölszedi a labdát. Ez nagyon nagy mentés volt. Peregnek az események. Ez is csak a 20. perc történése. Toni tette tovább a labdát, aztán Di Biagio lépett be Mutu elé, és a játékvezető 11-est ítél. Hát azt hiszem, hogy határeset volt. Minden esetre a sértett Mutu végezte el a büntetőt, és mellé rúgta. Vagyis maradt az 1-0. A Fiorentina javára. Hét perccel később, szinte egy kapuzik a Fiorentina, megint Mutu próbálkozik, ezúttal is hárít a kapus. Illetve ezúttal hárít a kapus, hiszen a 11-esnél nem kellett közbeavatkoznia. Di Biagio szabadrugása a 32. percben, ott a fejes Melárától, és egy nagyon szép védés, meg még a kapufa is kellett hozzá. De azért a bravúrt ne vitassuk el Frejtől.